1991 óta a MOB tagja, 2001 óta dolgozott az Olimpiai Bizottságban, egy kivétellel az elmúlt 20 év valamennyi olimpiáján ott volt, részt vett Sydney óta négyen csapatvezetőként, 2009-től a MOB főtitkára volt egészen mostanáig, amikor Borkai Zsolt elnök a londoni sikerek és a magas kitüntetés ellenére is után végül is leváltotta, így a korábban 27 évig a Népstadion intézményeinél dolgozó főigazgató Molnár Zoltán új sportfeladatokra melegít, vele beszélgetünk távozásról, tervekről, mérlegről. Jó reggelt, szervuszok! Jó reggelt, kívánok, szervusz! Maga ez a szakítás, ez váratlanul ért téged ott a MOB elnökség előtti napokban? Hány álmatlan éjszakád volt miatta? Hát közel egy hét, mert én hétfői nap értesültem a döntésről, és ugye pénteken volt véglegesítve, hiszen pénteken volt elnökségi döntés. Hát engem kicsit váratlanul ért, igen. No, és mert azért kezdem, hogy váratlanul értem, mert arra gondolok, hogy én például már tavasszal is hallottam ilyen pletykákat, amik úgy szóltak, hogy hát a Molnár Zoli Londonig marad, megcsinálja, és akkor utána majd mással. Hát én úgy éreztem, hogy az alatt az időszak alatt talán az új vezetés irányába tudtam bizonyítani alkalmasságomat, és ezért is számítottam arra, hogy talán ez elegendő lesz ahhoz, hogy még ezt a következő olimpiai ciklust végigdolgozhassam. Elnök úr nem így döntött, én ezt nem kifogásolom, megértem, hiszen neki... Sportemberi fegyelemmel. Abszolút, hát meg vezetői fegyelemmel. Azt gondolom, hogy egy vezetőnek megvan az a lehetőség, és meg is kell, hogy legyen, hogy saját maga válassza meg azokat a közvetlen munkatársait, kollégáit, akikkel eredményesen tud dolgozni. Elnök úr úgy döntött, hogy más főtitkárt keres, én ezt tudomásul vettem és elfogadtam, és hát igyekeztem a feladatokat átadni, és jelenleg is még ez tart. És hát megígértük egymásnak azt, hogy mindenben segítjük egymást az elkövetkező időszakban is, hiszen azért mindketten ennek a nagy családnak, amit olimpiai mozgalomnak hívnak, tagjai vagyunk, és békében, barátságban távoztam. A munka, a közös munka során voltak olyan jelek, hogy stílusbeli különbségek vannak, nem feltétlenül jöttök ki egymással vezető értelemben? Nem, nagyon jó emberi kapcsolatot alakítottunk ki, és szerintem most is megfelelő emberi kapcsolatban állunk egymással, úgyhogy valószínű csak ugyan neki más elképzelései voltak a jövőt illetően a MOB szervezetére vonatkozólag, annak a vezetésével kapcsolatosan, és hát ezt el kell fogadni. Igen, amiről úgy beszélt ő is, meg az tudott Szabó Bence is, hogy más, amit úgy mondanak, hogy más szemléletű vezető. És akkor az a kérdés, hogy a te szemléleted. Szóval te túl ilyen barátságos voltál, vagy konszenzuskereső? Hát az én vezetési stílusom az kialakult, ahogy alakult az elmúlt évtizedekben. Nyilvánvalóan ezen már nehéz változtatni, ezt el kell ismerni. Én elsősorban egy olyan közösséget építettem, és olyan közösségben éreztem jó magamat, ahol mindenki kellő felelősséggel viseltetett egymás iránt, illetve a feladatok iránt is. És hát ez szerintem eredményes volt, hiszen Népstadionos intézményeinél is mi egy sikeres éveket tudhatunk magunk mellett. Baráti viszonyok alakultak ki a vezetőségben és a dolgozók kapcsán is. Tehát azt gondolom, hogy talán lehet így utólag mondani, egyfajta kis sikertörténet volt az, amit különösen az utolsó 10 év, amit én ott töltöttem a Népstadionos intézményei élén, hiszen hát azért elég sok probléma volt, amikor engem kineveztek, hiszen akkor éppen miniszteri biztos irányította az intézményt, súlyos nehézségekkel, gazdasági problémákkal küzdött akkor az intézmény, és kifejezetten egyfajta válságmenedzselés kellett ott lefolytatni, és eljutottunk oda, hogy a saját bevételünk az a teljes összköltségünk 90%-át tette ki, úgyhogy az egy szép sikeres történet volt, és szerintem itt a Magyar Olimpiai Bizottságban is azért az átalakítást végül is azt lehet mondani, azt lezártnak lehet tekinteni, hiszen ma már a Magyar Olimpiai Bizottságnál van a költségvetésből adódó legfontosabb és legjelentősebb feladatok többsége. Ez fölépült az iroda is,
és szerintem színvonalasan dolgoznak a kollégák a Magyar Olimpiai Bizottság irodájában. Mi vár most az utódra, Bencére, Szabó Bencére? Amikor itt beszélgettünk vele, akkor azért azt mondta, hogy itten bizony lesznek konfliktusok, meg érdekütközések, amiben az új főtitkárnak bele kell majd lépnie. Itten gondolunk elsősorban pénzek átcsoportosítása, társasági adókedvezményes sportágak, nem társasági adókedvezményes sportágak. Szóval ő ilyen konfliktusokra számít, boxolásokra. Hát ezek mindig voltak, mert pénzt osztani azt szerintem csak törekedni lehet arra, hogy, és kell is törekedni természetesen, hogy úgymond igazságos legyen, és mindenki azt megértéssel fogadja. Hát világos elveket kell rögzíteni, hogy kinek mennyi jár és miért jár. De én nem itt látom a nagyobb problémát. Én azt gondolom, hogy a MOB-nak abban van most nagy felelőssége, hogy mi lesz a többiekkel. Mi a többieknek azt ígértük, hogy az átalakítás többek között arról is szól, hogy egy erős olimpiai mozgalomhoz csatlakozva az ő érdekérvényesítésük, érdekképviseletük is erősebb lesz, ezért több támogatást fognak gondolni. Gondolok itt a diáksportra. Olimpián kívüli sportágokra. Igen, olimpián kívüli sportágokra. Szabadidősportra különösen. Tehát azt hiszem, hogy erre kellene most azért fókuszálni az olimpiai mozgalomnak. Nem mondom azt, hogy olyan nagyon messze van Rio, de azért nem gondolom, hogy most ez a legfontosabb feladat. Most be kellene váltani az ígéreteinket, hiszen azt ígértük, hogy ezeken a területeken iskolás sport, diáksport, szabadidősport, nem olimpiai sportágak, fogyatékkal élő sportolók komoly problémákkal rendelkeznek a felkészülés kapcsán, tehát ezekre a területekre is oda kellene figyelni. Az olimpiai mozgalom most egy ilyen sikeres olimpiai után azt gondolom, hogy jó pozícióban van, és ezek a bejelentések, amelyek az elmúlt hetekben történtek kormány részéről, politika részéről, azok tényleg biztatók és reménykeltőek, de azért figyelni kell a többiekre is. Egy ilyen sikeres olimpia után távozó főtitkárként van-e olyan dolog, ha visszaemlékszel erre a munkára, amivel azt mondta, hogy másként csináltad volna? Hát most a közvetlen a londoni előkészületek kapcsán szerintem inkább azt mondanám, hogy mi volt, amit jó érzéssel, vagy jó érzékkel oldottunk meg problémát, aminek azért gondolom, hogy volt valami kis szerepe ebben a parádés teljesítményben. Szerintem a sportolók egyéni menedzselése. Tehát ez az irány. Ez kb. 2-3 évvel ezelőtt lett kijelölve. Azt mondtuk, hogy most már tulajdonképpen abban indultunk ki, hogy sajnos tényleg lassan-lassan egy kézen meg lehet számolni azokat az élsportolókat, akikből lehetett látni azt, hogy érmes vagy akár aranyérmes eredményt érnek el majd a londoni játékokon, és akkor azt mondtuk, hogy figyeljünk oda rájuk, szinte lehet, ha így mondani, egyenként. És az egész Gerevics ösztöndíj, amikor átvettük a Veselényi Sport Közalapítványtól, akkor ennek szellemében alakítottuk át, akkor kerültek megállapításra kiemelt ösztöndíjak, és nem csak a sportolók esetében, a sportolók mellett dolgozó vezetők, edzők esetében is ezt a kiemelt bánásmódot alkalmaztuk. Szerintem ez egy jó irány. Tehát ez a siker egyik kulcsa volt. Igen, azt hiszem, hogy ezekkel az élsportolókkal kell a Magyar Olimpiai Bizottságnak személyesen, egyenként. Egyébként is ez egy szép munka. Nekem is most is szép élményem az, hogy ezek a gyerekek azért fölhívnak, és hát ez egy ilyen kedves visszaigazolása ennek a fajta bánásmódnak. Mennyire zavar az téged, hogy egy ilyen tényleg fantasztikusan sikerült olimpia után, amikor a közvélemény azt mondta, hogy mindent megérdemelnek a magyar sportolók és a magyar sport, minden köszönetet és minden jutalmazást. Hogy ezek után ugye kialakult ez a dilemma, aminek a végén a vezetők jutalmait nem hozták nyilvánosságra, ugye személyes adatok védelméből. Holott ugye többen, harcostársat itt közül is azt a kérdést teszik fel, hogy hát miért nem? Bocsánat, a sportolók jutalmát sem hozták nyilvánosságra, sem lehet. A Magyar Olimpiai Bizottságnál dolgozó jogászok, jogi szakértők, felkészült emberek egyébként figyelmeztettek bennünket, vezetőséget arra, hogy semmilyen személyhez köthető javadalmazásra nincs jogosítványa a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy nyilvánosságra hozza. Így nem lehet nyilvánosságra hozni a Gerevics ösztöndíjakat sem, eddig sem lehetett. Nem lehet nyilvánosságra hozni az olimpiai járadékokat,
nem lehet nyilvánosságra hozni a sportolók jutalmát sem. Az más kérdés, hogy számogatnak az emberek, és akkor készténként hát persze ki lehet számolni, de mi a maga a szervezet nem hozhatja nyilvánosságra. És természetesen lehet nyilvánosságra hozni az edzők, szakemberek jutalmát sem. Ameddig a jogászok így gondolkodnak, addig a Magyar Olimpiai Bizottság nem tehet mást. Egyébként mi nyitottak vagyunk, és voltunk eddig is. Azt gondolom, hogy ha valaki visszatekint az elmúlt évekre, vagy évtizedekre, akkor láthatja, hogy szinte minden döntés, különösen ami a közpénzekhez kapcsolódik, azt mindig nyilvánosságra hoztuk, sőt a nyilvánosság előtt döntöttünk róla. Hát ez volt talán az egyik legfontosabb indokunk és érvünk, amikor azt kértük az államtól, hogy adják oda a Magyar Olimpiai Bizottságnak a feladatokat, mert azt mondtuk, hogy mi civilek a nyilvánosság előtt és a közösség bevonásával fogjuk előkészíteni a döntéseket, és fogunk dönteni. És tényleg így zajlik, tehát nincsenek titkok. Csak úgy jegyzem, hogy azért meglehetősen sok ember dolgozott a olimpiai jutalmak kialakítása kapcsán, hiszen ugye a keretszámokat megadta a kormány egy rendeletben, ezeket a keretszámokat mi leosztottuk a szövetségek tettek javaslatot, a javaslat beérkezett a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, ott megnézte az iroda, majd bekerült egy nagyobb fórum elé, az elnökség elé, megtárgyalták, majd újra visszaküldték, majd újra, tehát azt mondhatom, hogy igencsak a nyilvánosság előtt zajlott a döntés előkészítés és maga a döntési folyamat is, de nincs olyan jogosítvány, hogy most egyenként az emberek jutalmát, bérét és más egyéb adatait ki lehetne tenni a nyilvánosság elé. Erre egy civil szervezetnek most úgy látják a jogászok, hogy nincs lehetősége. Azt mondom végül, mert a végére értünk, hogy hogyan tovább. A sport az biztos, hogy marad, nem? Hát nagyon remélem, persze, hát ez az én életem, én nem nehezen tudom ma már így 38 év után elképzelni magamat más területen. Hát keresem a helyemet, remélem, hogy rövidesen meg fogom találni. Van ilyen feladatálmod? Szívesen dolgoznák a sportlétesítmények területén. Igen? Nyilván szívesen dolgoznák az olimpiai mozgalomban is, de most tudomások követnem, hogy most nem nekem adtak feladatot, de nem baj, nagyon szép korszak van mögöttem, és hálás vagyok mindazoknak a vezetőknek, vezetőségnek, akik bizalmából én ezt a csodálatos pályafutást bejárhattam. Nagyon lentről indultam, és nagyon magasra jutottam, és tele vagyok szebb élménnyel. Úgyhogy ez rendben van, ezt én lezártam. Nagyon szeretnék dolgozni természetesen a sport területén. A sportlétesítmények, az ugye ez nekem egy ilyen nagyon kedves terület, hiszen ott is 27 évet dolgoztam, és talán úgy érzem, hogy ott kaphatok majd a jövőben feladatot azon a területen. No, akkor amikor majd az meg lesz, akkor folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.